Idén 17. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az országos könyvtári napokat. A rendezvény sorozatnak több célja is van. Lehetőséget ad közönség találkozókra ismert vagy kevésbé ismert írókkal és költőkkel. A könyvtárbarátok a legújabb köteteket foghatják és olvashatják első kézből, és garázsvásár keretében régi kincseket is lehet találni. De célja az is, hogy közelebb hozzák a könyvtárat az emberekhez. A könyvtárnak van egy alapfunkciója, ugye ez a gyűjtés, az igényeknek a kiszolgálása, az olvasóknak a kiszolgálása. Ugye ez azért, hogyha az ember belegondol, ez az ókortól kezdve így van. Nem véletlenül gyűjtötték össze a különböző pergameneket, iratokat nagy könyvtárakba, Ninivébe vagy Alexandriába, pontosan azért, hogy egyfajta tudásbázis képezzenek, és a tudást meg is őrizzék. Hiába változik a világunk, nyilvánvalóan ez a tudásbázis szerep azért itt van a könyvtárban, hiszen sokan járnak ide kutatni, sokan járnak olvasni, művelődni, viszont a világunk az robog, a digitális technika igen erős, már nyilvánvalóan mindenhol, tehát a könyvtár elmegy ebben az irányban is, a digitalizáció felé segíti az embereknek ezt a fajta igényeit is kielégíteni. Azért van benne egy olyan közösségi szellem, egy olyan dolog is, ami nagyon fontos, azt hiszem, az emberek életében. A programok között a legkisebbektől az idősebbekig mindenki talál kedvére valót. A gyerekeknek bábelőadások és meseolvasás, még a felnőtteknek Karádi Katalin emlékestel szeretnének kedveskedni a szervezők a Központi Könyvtárkamara termében. A programokon nem csak a nyíregyháziak vehetnek részt, a könyvtárbusz is úton lesz. 150 kis településre szervezünk mi programokat, de a vármegyébe szinte valamennyi nyilvános városi könyvtár is csatlakozott, és az ő programjaiknak a megvalósulását is segítjük és támogatjuk. Hát minden korosztályt megcéloztunk, a legkisebbektől a legidősebbekig, kicsiknek gyermekfoglalkozások, vendégeink lesznek, gyermekkönyvírók, bábelőadás, zenés műsorok, kézműves foglalkozások. Amellett, hogy mi is visszük ezt a sokszínes programot és írókat, költőket, előadókat, maguk a könyvtárok is szerveznek még külön, amit saját maguk meg tudnak valósítani programokat. Ilyenkor ingyenes mindenhol a beiratkozás, ahol van késedelem, elengedjük. Az országos könyvtári napok idei mottója a könyv híd, a könyvtár összeköt. A program sorozat október 2-től 8-ig tart.